A 2023-as év eleje óta a határőrök csak nem 6500 személy kiutazását tagadták meg, akik a Schlach rendszeren keresztül próbálták elhagyni az országot. Számolt be az állami határőrszolgálat sajtószolgálata. A legtöbb visszaélést a vállalkozók követik el, akik a nagy fuvarozó társaságokhoz hasonlóan lehetőséget kapnak arra, hogy személyeket regisztráljanak a Schlach rendszerbe. A nagyvállalatok jobban vigyáznak a hírnevükre, viszont egyes vállalkozók visszaélnek a felkínált lehetőségekkel és pénzjutalomért, hozzávetőleg 3 és 7 ezer dollár közötti összeg ellenében kínálják szolgáltatásaikat, vagyis személyeket regisztrálnak a rendszerben. Ennek eredményeként csak ez év júniusában több mint 1300 személynek utasították el a külföldre való utazás lehetőségét. Mindannyian vállalkozások sofőrjei voltak. Ez év eleje óta a határőrök csak nem 6500 a Schlach rendszerben regisztrált személyt nem engedtek ki Ukrajnából. Ez év eleje óta több mint 150, júniusban 26 személy ellen indult eljárás az ukrán büntető törvénykönyv 332. cikkelye értelmében.